12 éve él boldog házasságban feleségével, Jolie, aki szerint fontos szerepet játszik a kapcsolatukban a szenvedély. Jolie nemrég egy dalt írt Suzynak, ezzel is kifejezve, hogy még ennyi év után is ugyanúgy szereti, mint azelőtt. Itt van velünk a stúdióban az énekes. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok, szia! Hát mitől működik ez a kapcsolat? Mi a titka? Hát ugye, hogy a dalban is a romantika és az erotika szerintem nagyon fontos egy házasságban. Ahol az nem játszik szerepet, szerintem azt kihűl az a kapcsolat. De hogy erre tudatosan oda tehát, kell figyelni, hogy esetleg igen, nem játszanak szerepet. Igen, ezt fenn kell tartani, és nyilván a dalok is sokszor nálam abban nyilvánulnak meg, hogy szerelemről énekelek az érzéseimről, amit mindig ugye az élet diktál. Éppen amit éppen megérzek, vagy például visszatekintek az elmúlt évekre, és akkor egy ilyen tökös sugallat, egy ilyen érzés, és ezt dalba foglalom. Gondolom, akkor a hétköznapokban is romantikus típus vagy, de ez miben nyilván? Hát nyilván ezt nem csak én tudnám magam elmondani, inkább a párom, de hogy szerintem próbálok nyilván, igen, igen. Tehát fontos, romantikus alkat vagyok. Napi apróságok, hogy minden nap kell tenni egy kapcsolatért, és ez így is van, mert ezért ezt 12 évig megőrizni nagyon nehéz. Igen. Hát nálunk is voltak nyilván hullámok, tehát nem hiszem, hogy van egy olyan házasság, ahol mindig tüzel a szerelem vagy a parázs, az nyilván sose fog kialudni szerintem egy igazi szerelemnél, de nyilván vannak az életben olyan bukkanó pontok, amikor a kapcsolat egy kicsikét mélypontra kerül, ha fogalmazhatok úgy, de én úgy érzem, hogy nálunk pont a zene, ami minket még jobban összekovácsol. Meg az, hogy együtt indultatok, nem? Igen, igen, szóval mindig a szerelemről énekeltünk. És ugye csak hogy van időtök egymásra ennyi elfoglaltság mellett? Meg még a pici lány mellett? Már úgy értem, hogy a romantikára, meg az erotikára. Hát ez egy jó kérdés, amúgy mi is sokszor megkérdeztük ezt magunktól, hogy ez hogy sikerül fenntartani, mert nyilván a sok munka, meg a sok együttlét azt mondják, hogy nem mindig jó, mert ugye az ember általában úgy érzi már, hogy hú, már sok, és hogy azt mondom, hogy kicsit menjünk most külön. Vagy egy órára, vagy két, ezt meg is írtam, hogy valami újság, hogyha összeveszünk, akkor egy órára elmegyek otthonról. Szerintem ez a legjobb megoldás, hogyha valaki úgy érzi, hogy most egy kicsit sok az együttlétből, és mondjuk azt mondom, hogy jó, hogyha egy kicsit hiányzok a másiknak, és elmegyek otthonról, és inkább nem kiabálok, vagy nem teszek olyan dolgot, amit később megbánok, hanem inkább elmegyek, és visszajövök, hogy lenyugszik a... De visszajössz ez a lényeg. Vagy lenyugszok én, és akkor visszamegyek egy kicsit már nyugodtabban, és teljesen máshogy beszél. De az nem mindegy, hogy mész el otthonról. Tehát úgy mész, hogy jó, akkor most elmegyek, és átgondolom, jó, és akkor majd visszajövök. Általában ilyenkor lemegyek a stúdióba, és akkor születnek egy jó dalok, szóval. Hát ez is kérdezik. Legalábbis most lehet, hogy elfogult voltam a saját dalommal kapcsolatban, de úgy érzem, hogy nagyon fontos a mai világban mindig fenntartani a szerelmes dalokat, mert most nagyon eldurult a világ, sok olyan dalt hallok, ami a gyűlöletről szól, az ellenségeskedésről. És én úgy érzem, hogy szükség van az emberek életében arra, hogy az érzelmeinket így a dalba foglaljuk, és ezt kimerjük mondani. Tehát, hogy nem vagyok egy nyálas, hogy mondják, hogy te nyálas vagy, meg hogy az Úristen milyen nyálas. Miért? Az, amivel valaki elmeri mondani az őszinte érzelmeit. Tehát, ha valaki meghallgatja a szövegvilágát, az hallja szerintem, miről ez szól. Persze, meg hogy a szíved meg a lelked benne legyen, de azért nem ez volt a stílusod eddig. Most minek köszönhető ez a stílus? Hát az, hogy mi volt a stílusom, régebben is sok lassú zenét alkottam, tehát a Sírjon fel a hegedű, rengeteg olyan dalom van, ami nagyon szép ilyen lassú és teljesen más érzelmi világot képvisel. Voltak a mulatos dalaim, és most elmentem egy kicsit egy olyan stílusba, ami egy ilyen reggaetonos, latinos, populárisabb műfaj. Szeretnék rádióba bekerülni, legalábbis reméljük, hogy majd ez talán az ilyen daloknak köszönhetően egyszer sikerülni fog. Nekem is vannak még további céljaim, álmaim, amiket szeretnék úgymond megvalósítani. Nyilván nehéz úgy dolgozni, hogy skatujázzák az előadót, hogy te mulatos vagy, bármit csinálsz, az mulatos. Nyilván a hangszín nem véget, de reménykedem abban, hogy ha ilyen zenéket tudok majd még többet csinálni, akkor talán a rádiók is barátilagban fogják ezt majd fogadni. Viszont nem csak a zene az új irány, hanem alapvetően ez a klip rendkívül erotikusra sikeredett, feltételezem, hogy nem véletlenül. Jól látod, igen, igen. Hát ugye a dalnak a mondani valójához valamilyen szinten mindenféleképpen kellett egy olyan történet, amit... Szóval mit szólt hozzá? Szerintem tetszik neki. Tehát nem mindig szokott nekem pozitív dolgokat mondani a szóló dolgaim, mert valamikor nem is mond rá semmit, vagy valamikor azt mondja, hogy hát drágám, ez nekem nem tetszik, őszintén elmondja, nem mondott rá semmi rosszat. Nyilván azt mondta, hogy túl erotikus, hogy lehet, hogy kicsit visszát kell volna fogni, én szerintem nem. Tehát de ez jellemző a hétköznapokban is rátok például, mert hogy a pénzt vagy évekkel... Ha mi az, hogy? Ja, hát persze. Hát ott elkövettem egy hibát, megmondom őszintén, elkövettem egy hibát, amit lehet, hogy kicsit megbántam. Nyilván a szerkesztők nagyon sűrűn hívogattak engem, hogy találjak meg ki, hogy mondjak már ki valami, olyan őszintén mondjak el egy olyan történet, ami nagyon kellemetlen volt. És nem igazán volt az életünkben olyan dolog, ami történés, ami igazán kellemetlen lett volna. Viszont ez, amit sajnos elmondtam, bár nem így akartam elmondani, hogy egy C-tölt egy üvegasztal, de ott már mondták, hogy történt, mondd már el. Hát most nem mondhattam olyan dolgot, ami nem igaz, el kell mondani az igazságot, és nyilván egyben meglovagoltam a műsorvezetőtől, a Kassa TV, ezt a történetet. Hát, igen. Ami a páromtól otthon nyilván
Volt egy kis... Volt ebből vitátok? Tehát kaptam tőle egy pár szemlányom. Jó, de nem lehet, hogy mások meg irigykeznek éppen azért, mert hogy miért beszélnem meg ki ilyen dolgok történnek. Igen, de hát én nem mert akartam semmit kibeszélni. Nem? Igen, csak ugye én ezt nem azért mondtam el, hogy én most az erotikus dolgainkat, vagy a házasság életünket kibeszéljem, a házas életünket kibeszéljem, hanem tényleg ez olyan kellemetlen szituáció volt, hogy széttörik egy asztal, és ugye akkor mi nem volt saját házunk, a szüleimnél voltunk, és ezt most hogy magyarázom, hogy mi történt? Tehát, hogy mitől tört szét az asztal hajnalban, érted? Szóval és mit magyaráztál meg, hogy hogy tört szét az asztal? Hát, mondtam, hogy leestem véletlenül az ágyon. Mondjam, hogy a Lidl számaim voltak, nem mondom, leestem az ágyon, mondom, nem tértünk el az ágyon. Akkor óvatosan, a klipnek örülünk, és köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, további szép napot nektek. Neked is.